23 éves lehettem, és Málnásfürdőn volt az egyik nagynénének hát tulajdonképpen vendéglő is, és szálloda is, mert ugye ott Málnásfürdőn nagy borvíztelep van, és a fölött volt egy ilyen erdő, és a között volt ez a kis tisztás, és oda gyakran feljártunk, és ez a kép ott készült. A fotót a bátyám készítette, és az a mosoly az úgy neki szólt, tehát, hogy belenézek a kamerába, de mégis egy kicsit ránézek, és hát nagy-nagy-nagy szerelem volt köztünk, úgyhogy mosoly ennek is betudható. Meg hát azt hiszem, hogy volt még valami béke akkor ugye a lelkemben, ami mindenkinek van gyerekkorában, és amit aztán utána próbálunk megkeresni, hogy hol maradt el, vagy hogy hívjuk vissza. Milyen gyerek voltam, milyen kislány voltam? Szerintem túlzottan komoly, túl korán felnőtté váló részben azért, ez azért alakult, mert késő gyerek voltam, ami 10 évvel idősebb bátyám. Néha kutatgatom a képeket, és nézem én is, hogy vajon milyen lehetem, meg néha anyumat is meséltetem. Nem tudom, kevés élményem maradt meg, és van az a tipikus élmény, hogy az ember nem tudja, hogy most erre én emlékszem, vagy azért emlékszem, mert valaki mondta és mesélte, hogy ez így volt. De azt hiszem, hogy úgy komoly, talán túl komoly gyerek voltam. De nem tudok válaszolni arra, mi volt a legszebb gyerekkori élményem, ellenben nagyon szép ez a mai nap, mert hogy június 1-én kapcsán megtudtam azt, hogy én szépségversenyt nyertem, életem első szépségversenye, igaz egy 3 éves képpel, mint ahogy a Facebookon én szoktam ezt így mondani, látogatók láthatták, úgyhogy én ezt köszönöm a lájkolóknak, és hát nem tudom, ettől arrafelé szerintem átváltozik az életem, át kell értékelnem a dolgokat. Hát nem, tényleg, tehát kérdés az, hogy most szép voltam-e, vagy most vagyok szép, vagy hogy milyen tudattal élek tovább, de tényleg nagyon köszönöm. A gyereknapról is ugyanaz jut eszembe, mint többnyire minden ünnepnapról, egy picit álljunk meg és foglalkozunk magunkkal. Gyerekeinkkel, vagy a bennünk levő gyerekkel. Ez jut eszembe a gyereknapról.